A salgótarjáni lelkisegély szolgálat elmúlt 25 évének legmeghatározóbb eseményeiről mesél a fényképes album. Idén, június 7-én emlékeztek meg a helyi szolgáltatás fennállásának negyed évszázados fordulójáról. A városi önkéntesek, a társ szolgálatok képviselői, hazai és külföldi vendégek együtt ünnepeltek az alkalomból Salgóbányán. 1987-ben történt, hogy először gondolták itt a városban, hogy meg kellene szervezni egy lelkisegélyszolgálatot, és abban az évben novemberben 46 embert hívtak össze egy kis elbeszélgetés után a számviteli főiskolára, és ott kezdődött egy képzés, és rögtön nagyon különleges módon, mert hogy elvileg volt egy tematika egy évre, de aztán úgy alakult különböző adminisztrációs problémák miatt, hogy ez a salgótarjáni stáb 2 éves képzést kapott. Ez teljesen egyedülálló az országban, mert nem akarták szélnek ereszteni már a kigyűjtött embereket, és ezért egy évet még így ráhúztunk. De csapatépítő tréningnek sem volt ez rossz, mert végül is a 46 emberből 16-an maradtak, akik 89. szeptember 4-én leültek a telefonhoz, hát természetesen nem együtt 16-an, hanem akkor vették fel először a telefont ennél a szolgálatnál, és ez a 16 ember nagyon kitartó volt, és folyamatosan szervezte a saját utánpótlását is. És hogy miért volt ez csapatépítő tréningnek sem utolsó, az bizonyítja, hogy például a 10 éves évfordulón még 10 a régi stábból ott ültek a telefonok mellett, de még a legutóbbi 20 éves évfordulón is 3 az alapító tagok közül mind ott voltak az ünnepségen, ezen az évfordulón, ami ugye most a 25. jubileum. A születésnapi ünnepséget nem csak az országos és regionális vezetők, de az első magyar nyelvű szlovák szolgálat képviselői is megtisztelték. Nagyon fontosnak tartom a munkájukat azért, mert az emberekről van szó, tehát ez segítségnyújtás az embereknek lelki téren, és arra ösztönözni az embereket, hogy mennyire fontosak nekünk, és ne érezzék úgy magukat, hogy már nem kellenek senkinek se. Nagyon fontos tétel ez. Székiné doktor Strémi Melinda, a város vezetője, a stáb köszöntése során elmondta: megbecsülendő az a munka, amit a salgótarjáni emberekért végeznek. Ezért is törekedett arra az önkormányzat, hogy a korábbi méltatlan körülmények helyett ma már megfelelő környezetben végezhessék munkájukat, a segítségnyújtást. Az is nagyon fontos, hogy egy évvel ezelőtt lehetővé vált a szolgáltatás bővítése. Székely András, a LESZ elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az embereknek többet kellene beszélgetniük egymással. Mindenkinek szüksége van erre. Mutatja ezt a több millió telefonhívás, melyet évente országosan a szolgálatok fogadnak. A 25 éves salgótarjáni stábot többen is felköszöntötték, hangsúlyozva áldozatos munkájuk fontosságát. Összesen egyébként 9 olyan lelkisegélyszolgálat létezik az országban, mely 24 órás ügyeletben működik. 2013 óta a salgótarjáni stáb is köztük van. A helyi csapat évente több ezer telefonálónak segít a mindennapi lelki problémák és a krízishelyzetek leküzdésében. A második évben 5000 hívása volt a szolgálatnak. Ezt azóta sem sikerült egyetlen szolgálatnak sem felülmúlni, úgy emlékszem. Hát ez a rendszerváltást követő második év volt körülbelül. Az egy nagyon durva év volt, abban egy pára le is morzsolódtak a szolgálattól. Az utóbbi években átlagosan egy olyan 1500-2000 hívás évente, az azt jelenti, hogy egy-egy ügyelő olyan 5 beszélgetést bonyolít le, ami szembetűnő még az elmúlt évekhez képest, hogy minden évben olyan 7-8 szuicid hívás futott be. Tehát amikor már tényleg konkrétan hajnali órákban elhatározta magát az élet, hogy véget vett az életének. Az utóbbi években ezek a számok már úgy alakultak, hogy 50, 60, 70. Ezeket még elemezni kell. A születésnapi ünnepséget pezsgővel, jókedvű beszélgetésekkel, vidám közösségi programokkal zárták. A telefonoktól távol, de csak egy egész kis időre.